Mikrotik Shorts. Tippek, trükkök, praktikák tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal, tartsatok velünk! Sziasztok! A mai rövid részben a Radius Mac autentikációról fogok beszélni, ami egy kicsit egyszerűbb, mint az eddigiek. Vágjunk bele! A korábbi részekben már volt szó a User Managerről, illetve hát a Mikrotik beépített rádiusz szervet, illetve a rádiusz kliens megoldásokról. Ma egy olyan megoldást mutatok, amivel a wireless API-tok esetében MacAdress autentikációt tudtok végezni, és ezt a MacAdress autentikációt ugye központosítva egy rádiusz szerver segítségével tudjátok majd végrehajtani, ellenőrizni. Az első lépés az, hogy megnézzük, milyen különbség, milyen eltérés van akkor, hogyha egy ilyen rádiusz alapú AP-t akarunk konfigurálni. A már jól megszokott lépéseket most nem fogom megmutatni, ugye van itt egy interfészünk, ami jelen esetben egy 2,4 GHz-es egyszerű AP interfész, és nyilván kitaláljátok, hogy a Security profile menü pont alatt kell majd ezt a módosítást elvégezni, ott kell a rádiusz viselkedést konfigurálni. Hozzunk létre egy ilyen Security Profile-t, ennek ermek lesz a neve, Rádiusz alap a MAC address autentikáció, és én most itt a, a security módot nem tárgyalom, nem is foglalkozok vele, ezért látjátok a módot azt nánban hagytam, és rögtön kattintok a rádiusz főre, ahol a MAC address autentikációt, mint opciót bejelölöm, és alatta gyakorlatilag elfogadhatjuk azokat az alapvető alapértelmezett értékeket. Dönthetnék arról, hogy a MAC formátumot, azt milyen módon szeretném kezelni, ha már jól megszokott kettős pontokkal elválasztott kötőjelekkel, vagy akár más gyártóktól ismert formátumokban. De ezeket most így hagyom, menjünk az alapértelmezett értékekkel. A többi security profile fülön egyelőre nincsen tennivalónk, azok más metódusokhoz tartoznak, amelyekről majd később még fogunk beszélni. A Radius User authentication részből már tudhatjátok, hogy nem elegendő mindössze a szolgáltatásban konfigurálni ezt a képességet. A Radius kliensnél is meg kell emlékeznünk arról, is meg kell említenünk, hogy mely szolgáltatásokban szeretnénk ezt majd alkalmazni és használni. Úgyhogy menjünk is a baloldali Radius menüpontba, és nézzük meg, hogy van-e egyáltalán Radius kliensünk, és az hogy van konfigurálva. Ugye ilyen most nincs, tehát létrehozunk egy új Radius klienst, és ahhoz, hogy nekünk wireless szolgáltatást majd autentikáljon, autorizáljon, esetleg accountoljon majd ez a szolgáltatás. A következő konfiguráció szükséges. Services-nél a wireless-t, kitöltöm az adresszmezőt, hogy ide megadom a user manager szerveremnek az IP címét, kitöltöm a secret mezőt, és egyelőre ez nekünk bőségesen elég. Nézzük, hogy user manager oldalon mit kell tennem. Nagyon hasonló, itt megint visszahivatkozhatnék erre a részre itt, amikor a a user autentikációról már beszéltünk, hogy kitaláltátok, megyünk a User Manager menüpontba, és a routers fülön lesz először kitölteni valunk. föl kell vennünk azt a routert, ami a hozzáférés ellenőrzést majd végzi. Tehát kattintok a pluszra. Test AP, ugye itt megadom ugyanazt a shared secretet, amit már az AP-n begépeltem, és hogy mi a forrás cím ezeknek a rádiós szikveszteknek. Ilyenkor mindig érdemes azon elgondolkozni, hogy a kliensem, illetve a user managerem között lehetséges-e esetleg natolás, mert ha van, akkor azt érdemes elkerülni, vagy gondoskodni arról, hogy a megfelelő forrás cím kerüljön ide, hiszen tudjátok, a rádiós a klienseit mindig a forrás címbe, illetve a hozzátartozó szikret opcióval fogja azonosítani. Rendben, ezt is fölvettem, Hát elvileg most már a rádiusz kommunikáció, illetve az autentikációs folyamat az működőképes kell, hogy legyen. Mi hiányzik még a rendszerből? Hát ugye maga az autentikáció lépéséhez szükséges felhasználó, illetve azok a paraméterek, amiket majd át szeretnék adni a felhasználó sikeres autentikációját követően. Hogy értelmes dolog is demonstráljam ennek a mostani viselkedésnek a, az, a működését, így azt fogjuk most tenni, hogy a harmadik mikrotik rútraim, ami valójában egy, egy wireless lesz kliens, ugye föl fog csatlakozni majd erre az AP-ra, történik egy MAC address autentikáció, nyilván a, a, a user manageremnek a bevonásával, és majd azt szeretném, hogy a user managerem attól függően, hogy ez a megcím, ez a felhasználó, ez milyen csoport ö, tulajdonságokkal rendelkezik, a megfelelő vélamba kerüljön majd bele. Ez egy nagyon jó példa például a vállalati hálózatoknak a, a használata esetén, ahol az ismert megcímű eszközöket meg nyilván a védett hálózatomba, egy magasabb biztonságú vagy dedikált hozzáférésekkel rendelkező hálózatba szeretném bejuttatni. Hát így kell ezt megcsinálni. Ha de nézzük, hogy akkor a user managerben milyen paraméterek szükségesek ahhoz, hogy tegyük fel, van egy natív vélanom, a natív vélamba beeső felhasználókat, mondjuk a 10.20.30-as szabnetből szeretném kiszolgálni, míg azokat, akiket majd én egyedileg autorizálok és ellátok megfelelő WLAN paraméterrel, azokat pedig a 10.20.31-es hálóba szeretném belegyömöszölni. Menjünk vissza megint a User Managerbe, és hozzunk létre egy User Groupot. A User Groupnak legyen az a neve, hogy WLAN 31 Member, legalább az alapvető uh, outer autentikációs algoritmusokat uh, engedélyeznem kell, tehát papcsap, csap, egy-kettő, korábbi részben már megemlékeztünk róla. És itt jön a fontos lépés, attribútumok hozzáadása. Kikeresem az attribútum táblából, ugye a rádiusz attribútumok, attribútsz is meg tudjuk találni, illetve a Wikipédián ezen a címen, ahol némi magyarázat is szorul melléjük. És megkeresem azt az attribútumot, amit úgy hívunk, hogy uh, Mikrotik Wireless Vélan ID. Ezt a VLAN ID-t fogom majd átadni és hozzákapcsolni a MAC ami majd az ap fel fog regisztrálni. És akkor ide beírom, hogy 31, elmentem a profilt, és akkor jöjjön a felhasználó hozzáadása. Ha most átkattintunk egy pillanatra az ap ba és megnézzük a security profile beállításunkat, akkor emlékezzünk csak, hogy a MAC formátum, és ebben az esetben majd a rádiusz rendszer az autentikációs kérésekben Felhasználónévként a megcímet abban a formátumban fogja használni, ahogy azt mi a Security Profile konfigurációjánál előre elrendeltük. Tehát másoljuk ki a kliensünknek a Mac címét. Itt a wi 2-es interfészt fogom erre a célra használni, ő a kliens, és a megcímével hozzá adom a users táblámhoz a user manageren. A jelszót üresen hagyom ebben az esetben, és a groupnál pedig vagy a defaultot, vagy pedig majd ezt a VLAN 31 member nevezetűt fogom használni, attól függően, hogy melyik vlan szeretném bejuttatni a felhasználómat. Atívba, vagy ebbe a taggelt 31-esbe. De ahhoz, hogy a demonstrációm sikerrel járjon, és lássuk, hogy a forgalom tényleg ott végződik, oda kerül, ahova szeretnénk, ahhoz kell egy kicsit még barkácsolnunk. Még pedig parkácsolnunk kell az AP-n. A Security Profile-t létrehoztuk, megbeszéltük a részleteit, ne felejtsük el hozzá kapcsolni a WiFi wi fi interfészhez, tehát ugye Wi-Fi interfaces, az én esetemben VLAN1 és a Security Profiles-nál ki kell választanom a Security Profile-ok -ok közül ezt a már létre, korábban létrehozott r Na de van még itt tennivaló, hiszen beszéltünk itt 31-es VLAN-ról, látjátok, a dupla Vélan 1-es interfészem alá, egy szimpla Vélan 31-es interfész ezzel a minimális konfigurációval még föl van véve, illetve nézzük az adresszíz vagy táblát. Itt látjátok, hogy a 10-20-30-as hálózat az a dupla Vélan 1-re, tehát a wireless interfészre, a natív WLAN viselkedésre van konfigurálva, míg a 31-es háló az pedig erre a Vélan 31-es interfészre van felvéve. Korábban én már csináltam ezekhez DHCP szervert, annak a konfigurációját is megmutatom, tehát látszik, hogy az egyik a, a dupla vélan 1-en, tehát a wireless interfészen van, a másik pedig a vélan 31-en, és akkor azt várjuk majd a, a tesztünktől, hogy amikor a user manageringben rendelkezünk arról, hogy a felhasználónk ebbe a dedikált 31-es vlan kerüljön, akkor nyilván ebből, ettől a DHCP szervertől kellene majd neki IP címet kapni. Demonstráljunk! Először is... Engedélyezem a Wireless Interface a kliensen. Jelenleg a User managerbe ellenőrizzük le, most a, a default csoporttal van fölvéve a felhasználom, ami azt jelenti, hogy arra számítok, hogy ő sikeresen sikeresen felcsatlakozik, az igaz látszik, és ugye megjelent a, a Running Flag a Wi-Fi interfésznek a neve előtt, illetve na, leellenőrizzük a routeren konfigurált, a kliensen konfigurált DHCP klienst, akkor látszik, hogy a Wi-Fi interfészen ebből a 30-as VLAN ID, és 30-as hálózatból kapott IP címet. Ez eddig jó. Na de akkor most jöjjön a változtatás, az átalakítás, tehát juttassuk be a felhasználónak a forgalmát ebbe a védett 31-es VLAN-ba, mindössze annyi a tenni valami, hogy a users, user manageren a users fül alatt átkattintom a csoport tagságot. Vélan 31 member lesz a csoport, és akkor a wifi kliensemet most egy pillanatra leszakítom, hiszen élő sessionnél ugye ez itt menet közben már nem fog megváltozni, ilyenkor mindig egy új sessionre, egy új autentikációra van szükség, hiszen emlékeztek, a, 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 tehát autentikáció, autorizáció, amiről most éppen beszélünk, tehát az autorizációs lépés az az, amikor a rádius szerver paramétereket ad át a rádius kliensen keresztül a felhasználó végzőttetésére. Tehát mindenképpen be kell járni ezt a teljes utat ahhoz, hogy a paraméterek átadása sikeres legyen. Úgyhogy újraengedélyezem az interfészt, és ha most leellenőrzöm, már látszik is, hogy a DHCP kliensem a 31-es hálózatból kapott IP címet. Hát ilyen egyszerű ez, természetesen ezt kombinálhatjátok még titkosítással és más egyéb paraméterekkel, de a mai részben ennyi fért bele. Sziasztok!